Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, önök a Nexus televíziót nézik, és a politika, társadalom, közélet, rovatunk újabb adását látják. Ebben az epizódban a jelenleg kialakult válsághelyzettel foglalkozunk, de egy kicsit mérásunk. Beszélgető partnerünk, beszélgető partnerem Boros Imre, közgazdász, Boros úr, nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, és hogy itt van velünk. Szívesen tettem eleget a meghívásnak, és akkor csapjunk bele. Csapjunk bele Nem kell, hogy ragozzuk, mert a nap minden szakában a fősodató média azzal foglalkozik, hogy Oroszország és Ukrajna háborúzik, és hogy vajon ez, ez, erről mi mindent kell tudnunk, a frontvonalak úgy mozognak, azonban én azt gondolom, hogy nem a lényeggel foglalkoznak, hanem ez, ez is egy ilyen, ahogy megszoktuk a fősodatú médiától, hogy elkeni a, a dolgokat, és egy másik világot láthat velünk, illetve megmondja, hogy mit kellene látunk, képzelnünk. E de mielőtt belekezdenénk ebbe a, a korszakváltás, a történelmi korszakváltásnak az elemzésébe, aminek most a tanúi vagyunk, én nagyon vártam ezt a lehetőséget, hogy személyesen megkérdezhessem, hogy miért kell a GDP-nek növekedni, mert állandóan azt hallom, hogy a, a gazdasági elemzők folyamatosan azt mondják, hogy akkor most Magyarország GDP-je így alakul, úgy alakul, de növekednie kell, de Németország GDP-je úgy alakul, és állandóan ezt a a varázsot hallom, de hát miért kellene mindig növekedni? Az a helyzet, hogy a fősodrató média, meg a fősodratú közgazdászok ezt tudatosan hangoztatják. Szerintem nem a GDP-nek kell növekedni, hanem az ország népe rendelkezésére álló jövedelemnek az igaz, hogy egy része ennek a jövedelemnek magával a GDP-ből keletkezik, de egy más része viszont kikerül ebből az országból, mert külföldi aktorok itt vannak, illetve lehetőség van arra, hogy magyar gazdasági szereplők más pályákon, Magyarországon kívül is jövedelmeket termeljek, és azt hazahozzák. Tehát én a jövedelemre tenném a főhangsúlyt. A GDP-t azért mondják, különösen ott mondják rendkívül nagy elősséggel a GDP növekedést, amelyik országból rengeteg jövedelem áramlik ki. Hát ez olyan, mint gyakorlatilag akkor a szaloncokorban mit szeretünk? A szép csomagolást, vagy ami benne van, ugye? A csomagolás, a GDP, ami még benne van, az az értékes, de arról nem beszélünk, vagy nem sokat beszélünk. Úgyhogy röviden ezt tudnám elmondani. Hát a média olyan, amilyen ebbe az ügybe is. Nem az igazság, nem a mélyen szántó összefüggések, hanem a felszínnek alatolgatásával foglalkozik. A GDP kapcsán aztán mindig előjönnek azok a, a részletek, hogy növekszik az adóság, vagy csökken az adóság, meg hogy a kamatok, és hogy akkor a milyen forrásokat tud a a kormányok biztosítani a gazdaság működéséhez, de ezek a pénzeszközök ezek most éppen erősödnek, inflálódnak, ez nekem nagyon úgy tűnik, mintha ezt valaki manipulálná meg, mintha, mintha ez az egész valamilyen ilyen mesterséges rendszer lenne. Szóval, hogy Magyarországnak sincs önállósága a, a, a forinttal kapcsolatosan, mert a magyar állam kötvényeket bocsát ki, amit aztán most jobb esetben már magyar piacon el tud adni, ami már egy óriási pozitívum. Tehát ezeknek a kötvényeknek aztán kamata lesz, vagyis adóságot teremtenek. Miért kell ez az adósságpénzrendszer, vagy, vagy mit kell erről tudnunk? Hát azt kell tudnunk, vagy azt érdemes, hogy az országok leg, legnagyobb hányada, így Magyarország is, erősen rászorul arra, hogy a nemzetközi munkamegosztásban részvé. Nem tud mindent előállítani, objektíve. Mások se tudnak mindent előállítani, tehát kereskedjünk. A kereskedelnek része az, hogy egymásnak pénzeket fizetgetünk. Ez az alaphelyzet. Ezzel nem is lenne a nagy probléma. Na most a, a erre épülő pénzügyi rendszer viszont lehetőséget ad arra, hogy egyik másik országgal, hogy mondjam, országgal szemben visszaélés kövessenek el. Hát ez például Magyarországgal is megtörtént. Én, amikor eljöttem a Magyar Nemzeti Bankból, az 88. decemberre volt, előtte, miután devizakereskedelmi osztályt irányítottam, módon volt a magyar adósság számokat 73-tól, akkor volt az első komoly hitelfelvétel 88-ig figyelemmel kísérni, és akkor német Miklósnak volt egy nagy bejelentése a parlament, vagy a sár nem 20, hanem 22 milliárd. Talán még emlékszem emléksz, is rá. Emléksz. Na most én átelemeztem a számokat, hogy vajon ez a 22 milliárd mit akar. És a következő eh, eh, konklúziót hoztam, eredeti devizában néztem meg ezeket, úgy hívták, hogy csikos füzetek, rendkívül titkosak voltak, de ebbe a beosztásban nekem volt módom oda betekinteni. Arra jöttem rá, hogy a 22 milliárd dollárnak még 10%-át se lehet azzal meggyanúsítani, hogy Magyarországba több lett forrás érkezett volna, annál kevesebb, a többi a kamatok halmozódása és az árfolyamveszteségek. Magyarán szólva, ebben a folyamatban 73-tól mondjuk a rendszerváltásig Magyarország nem eladósodott, hanem Magyarországot eladósították mesterséges, pénzügyileg. Megalapozott, jól kigondolt műveletet. Ráadásul annyit tegyünk hozzá mindezt a magyar politikai elit kollaborálásával, tehát hozzájárulásával, közeműködésével. Még ezt sem, ez sem mondanám teljesen, mert akkori emlékeimre építve azt úgy tűnt nekem, hogy a felső politikai elitből is nagyon kevesen tudták valójában pontosan, mi történik. Ezzel szemben a Magyar Nemzeti Bankban, amely Magyar Nemzeti Bank akkor ugye kereskedelmi bank is volt, jegybank is volt, ő intézte a devizaügyeket, tehát egy általánosban ott volt egy belső mag, élén ugye Fekete Jánossal, meg az ő együttműködő partnereivel legyenek ők bárhol, ők tudták pontosan, és éppen ezért vigyáztak azokra a számokra retteltesen, ezek abszolút szip, szigorúan titkos számok voltak. Ha valaki abba illetéktelű betekintett, hát ugye öt évet lehetett kapásból ülni, érted? Csak azért mondom. Tehát ezek a titkok, hogy hogyan megy az egész, végig rejtve voltak. Viszont, és akkor itt mondanám, a rendszerváltás után én úgy gondoltam, hogy ezt tudomására kell hozni az illetékeseknek, megtettek, Megtettem, benyújtottam azt a dolgozatot, ma is megvan egyébként. Nem mondom, hogy hol, de illetékes helyen. Akkor a Hitelbankba úton vezérigazgató helyettes, körülbelül két héten belül kirúgtak a vezérigazgató helyettesi székből. Nem azt mondták, hogy ezért, hanem kitaláltak valami marhaságot, ami bizonyíték annyi se volt, mint a körmöm alatt a piszok. A Surányi volt talán ebben az időben a a Nemzeti Banknak igen, a... Igen, Két, a... kétszer volt a surányi, egyszer még az Antal nevezte ki, akkor, akkor igen, erre, egyszer erre az Antal a... nevezte ki, amikor én repültem akkor a surányi volt, igen, és másodjára meg a Hornyula, ugye 95-ben, 95 február 1-én kezdték el áldásos tevékenységet a bokrossal és mentették meg a hazát, ahogy ők azt mondták, e, nyomták rendesen a víz alá. Tehát már Antal idején is a Surányi Nemzeti Banki működését ugye, az volt az egyik fő eredmény, hogy függetlenné tegyék a Nemzeti Bankot a, az államtól. Ajaj. A Nemzeti Bank kérem szépen hosszasan a balliberális ige az volt, hogy a Nemzeti Bank független. Ezt senki soha nem definiálta, viszont a gyakorlatban azt jelentette, hogy igazándiból, hogy a Nemzeti Bank mit csinál, ahhoz még a kormánynak sincs semmi köze. Elvileg a parlamentnek volt köze hozzá, de hát ö, minden évben hoztak egy ilyen mesedél után szerüli jelentést, a parlament unottan megszavazta az jó Na most, tehát minden magyar Eh, hogy mondjam, felügyeleti szervtől függetlenül működött a Nemzeti Bank, ez nem jelenti, hogy mindenkitől független. Ahova meg a pénzek mozdultak kifele, attól természetesen függött, mert a Magyar Nemzeti Bank csatornáin 10 milliárdok dollárban ám el. A nemzetközileg jól jegyzett Tax Justice Network ez ugye hát az adózás igazságok valami ilyesmi. Az azt mondta, hogy Magyarországról a, a kb. 85 óta kb. 290 milliárd készpénz és vagyoni érték tűnt el. Na, nagyjából. Ez nagyjából a piacvezetők is vagyunk lakosság arányosan a, a hát elég, vagyunk. Életében. Eléggé azt hiszem a dobogóra bőven felférünk világviszonylatba. 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 Ezt leírták, de ez a magyar sajtóban olyan túl nagy hangot nem kapott. Uh, Édnét is hálásan köszönjük Borvendék Zsuzsának a áldásos Na, Ő viszont a részleteket elég bele. rendesen munkálgatja ki. Hát ugye történész, meg nagyon jó agya van a gazdasági dolgok fölfogásához is. Sok jó egészséget és erőt kívánok neki, hogy még egy pár publikációt is hozzon létre. Hát fiatal még, úgyhogy még, még nagyon sok mindenre rájött a nézőknek, akik esetleg ezeket most Először ajánlom borvendék Zsuzsa előadásainak a megkeresését. Még is. a könyveit, lehet, hogy. És olvasni. a könyveit. Na, lépjünk egy picit tovább. Azt tudjuk, hogy Európa. Sem az Európai Unió, sem rendelkezik eb, eb, saját forrásokkal. Épp most halljuk, hogy a, az IMF tett egy ajánlatot, hogy hát akkor most itt a válságra való tekintettel, akkor ez nem lesz elég így a, a, ez az uniós büdzsé, hanem akkor talán új eszközöket kellene. És nagyon be van ilyen szakmai hókusz-pókuszok közé rakva a, az IMF ajánlata, de az Európai Unió számára, mert hogy most megint csak forrás kell majd ahhoz, hogy itt a következő krízist finanszírozzák, ami azt jelenteni, hogy akkor Európai Unió közösen vegyen fel újabb hiteleket, lefordítva a magyarra, ha jól értettem, óriási tömegű hiteleket, amivel az összes európai állam közösen el is adósodik az IMF felé, ami megint egy olyasmi minta, mint ahogy Magyarország eladósodott, vagy el lett kapva az előbbi példában. Szóval olyan kilátások, és akkor majd soros, jön, a soros barátunk jön azzal a soros ötletével, hogy akkor ezt örökös adósága vagy hogy feloldjuk. Szóval lejárat nélkül, csak kamatot kell kérdező. fizetni, de azt 250 generáción keresztül. Na, menjünk akkor ebbe tényleg szakmai mélységgelbe, de olyan módon, hogy azért érthető is legyen. Ugye egy országok példáján, például Magyarországért lehetett látni, hogyan megy az eladósítás. Így. Na most. Itt vagyunk az Európai Unióval. Mi a menet? Először kell válságot csinálni. Meg volt. Először a pandémia, ugye most az is ugye nincs kiderítve, hogy honnét jött az a vírus. Itt mindenféle dolgok vannak, hogy Kiszabadult a bizőből, egyre több. De megint hallgatnak, de keményen. Mindegy, én nem akarok állást foglalni. Ha spontán jött is a vírus, spontán, ott a piacrú, nem tudom. De csak annyit nem mondani. a akarok... Big Pharma az ugyanabban a kézben. nem ne menjünk el ebbe az irányba. Csak a pénzügyi dolgokat, Big Pharma az egy, egy, egy rész az egésznek. Tehát igazán, délő, hogy honnan jutott a vírus, tök mindegy. De hogy jól jött nekik, az biztos, mert akkor lett kiagyalva az a modell, amiről most szerkesztőr említést tett, amely szerint ugye, az Európai Uniót véglegesen úgy lehet a nemzetközi magánpénzbirodalomba véglegesen és visszavonhatatlanul integrálni, ha finom kifejezést akarok használni, vagy pontosabban odaláncolni, ha egy kicsit durvábbat, hogy piszkosul eladósítjuk. Van egy kis akadály, amely szerint az Európai Unió nem jogi személy. Következésképpen maga az Európai Unió nem hitelképes. Ezért élet kiagyalva az a módszer, hogy a tagországok együttes felelősségvállalásával mindenki alaskribál, hogy ő is, ő is, ő is, ő is felel ezért a hitelél, és ha véletlenül valamelyik hiteladós a huszon akár hányból nem fizet, a többiek helytájnak helyette. Már a helyreállítási hitel ilyen, ilyen menetben ha, ha, ment végbe, ugye, és Sorosnak akkor jött az a rendkívül megmentő ötlet, hogy nem is kell, hát gyerekek vissza se kell soha fizetni. Elég, ha nekem 250 ezer évig fizetitek a kamatot, bent vagytok a zsákba, én meg húzom lólatok le a Na most ez annyira megtetszett nekik, hogy a következő menetben újabb válságot kell csinálni, de sokkal nagyobbat, mint a pandémia, mert ugye a pandémiánál, hát azt hiszem olyan 200 6-800 milliárd eurónyi ilyen típusú hitelfelvétel volt, aminek egy részét a sérült országoknak ugye készpénzbe utalták ki, az olaszok kaptak körülbelül 200 milliárd körüli keretet. Mi is kaptunk elméletben, elméletben, egy körülbelül 4-5 milliárd készpénz, kaptunk, megítéltek, 4-5 milliárd készpénz és 7 milliárd nagyon kedvező hitelt, amit azonban mai napig nem adtak oda nekünk, de a kötelezettség aláírásuk már rajta a papíron. Ne ez legyen tanulság, hogy többet ilyet ne csináljunk. Mert igen, az a cél, hogy visszavonhatatlanul eladósítsák, illetve pénzügyi függésbe végleges, eddig is elég nagy a pénzügyi függés, mert az Európai Unió tagországainak zömében az eladósodás sincse, hogy a <laughs> nagyon szeretett GDP-be fejezzük ki magunkat, hát itt-ott, amúgy már 100% fölött van, ugye Olaszországban olyan 200 valamennyi Görögországban még, 10, magasabb, még magasabb, Franciaország 100, Németország is már jóval a 60 fölött, szóval már elég jól el vannak adósítva, de hogy még jobban, és visszavonhatatlanul, és véglegesen. Mert hát ez arról szól, hogy a végén valamilyen módon a birodalmat... Le kell határolni, és úgy gondolja a világ, világ pénzügyi birodalom, magánpénzügyi birodalom urai, hogy nekik dukál Amerika, Kanada és minimum az Európai Unió. Minimum többre vágytak, de pillanatlag azt hiszem többre nem nagyon van esélyük. A, ez nagyon érdekes pillanat volt, és szeretném visszamenőleg aláhúzni, hogy az Európai Unió nem jogi személy. Nem jogi személy. Az államok viszont, akik a szövetségben vannak az unióban, azok mind önállóan a jogi Így személyek, van, ezért van. szerződés képesek, és ezért talán ezért van az az erőteljes törekvés, hogy az Európai egybesült Államok, Egyesült Államok jöjjön létre, hát mert akkor mi? az unióból jogi személy válik, és akkor már nem kell ciclni akkor menjünk már, ugye a történelem ismétli magát. Hogy jött létre az Egyesült Államok, mármint az amerikai? Úgy jött létre, hogy ugye a gyarmatok, 13 gyarmat, megunta, hogy az angolok itt tesznek, vesznek meg, hát őket szívatják, és uh, kitört a, 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 a függetlenségi háború, Washington, mi egy, ismerjük az egészet. Majd egyszer uh, jött egy zseniális pénzguru, valószínűleg ugyanabból a csapatból, aki a Bank of Englandot üzemeltette, és Hamilton volt pénzügyi szerepébe, úgy hívják, hogy Hamilton, azt mondta, gyerekek, hát jaj, nem jó ez így, nem jó ez így. Dobjuk össze az adósságot, a 13 államnak a háborúskodáshoz kellett ugye pénzt fölvenni, dobjuk össze, legyen közös adósság, a közös adósságot kezelje egy intézmény, és az alá, az alá tegyünk egy szövetségi államot. A mai napig az amerikai szövetségi állam, the United States of America adósságból van finanszírozva. Úgy működik, hogy kötvényeket bocsát ki, abból ugyebár megvesznek ezt, azt, amazt, építenek egy iszonyú nagy hadsereget, és csak arról kell gondoskodni a szövetségi kormánynak, hogy elegendő pénz bejöjjön, hogy a kamatokat fizessék. Az Egyesült Államok nemzeti adósága, nem az egyedi államoké, már ma is soha le nem járó, mert senki azt komolyan nem gondolja, hogy a, amerikai GDP, már megint ez a fene GDP, 130%-a körüli adósságot az Egyesült Államok vala is visszafizeti, de fizessék a kamatot. Na most, itt vagyunk, jött a Trump, hát kérem szépen, ahogy ezt felénk zalába mondják, elég rendesen beleköpött a levesbe. Mert ő azt mondta, hogy Amerikát nagyját teszi, de a nemzetállam Amerikát. Ó, ó, hát ez borzasztó szörnyű, ugye? és azt mondta, hogy az amerikai belső gazdaságnak is működni kell, és a társasági adókat leengedte. Mi is ezt csináljuk, nem? 9 százalék. Na, megjött a Biden bácsi. Ő meg visszaemelte, sőt tovább emelte, de azt mondják neki, öreg fiú, figyelj ide, hát akkor mindenki el fog inni, pucolni, itt hagynak bennünket a magas adóban. Nem baj, szólt a haveroknak Brüsszelbe, a globalista elitenek, gyerekek, rá kell előtetni mindenkire a minimum adót. Emlékszünk igen. erre a vitára? A, igen, zallik. Hát persze, Zall... mi az, hogy zajlik, van már határozat is róla. Mi mondtuk, hogy ez minket különösebben nem hoz izgalomba. Legutóbb Brüsszel azt mondta, hogy nélkülünk is megcsinálják, meg majd fognak izmozni továbbra is, hogy mi is emeljük meg. Nehogy véletlenül ide csapódjanak be dolgok, és akkor a magyaroknak jobban menjen, mert több a vállalkozási töke. Hát így függnek ezek a dolgok. Ugye, na most azért mondom, ez a modell, amit Amerikába kieszeltek, hát ha egyszer Hát miért ne válna be itt is? Először csináljunk Európa össznemzetei fölé, össznemzeti jóvágyás, egy giga adósságot, majd amikor nyögdécselnek alatta, akkor jön a megváltó, és azt mondja, itt az Egyesült Európai Egyesült Államok nektek, hát ugye itt vannak magyarországi proféták, Gyurcsányné, meg a Feré, meg még páran ezt hirdetik is, teli képpel. És hogy a, a, az európai államok a, a felejtsék el a, a saját kultúrájukat, a nemzeti identitásukat, ez, erről is gondoskodtak egy programmal, amit elég szépen kiforraltak, és elég szépen előkészítettek, és tőle, sőt nem is egyenlen, hanem kettővel, ugye van, a, van ez a gender, meg a hozzátartozó szivárvány minden színében játszó őrület, meg hát azért tolják ide ezeket a mindenféle ö, színű embereket, ö, hogy Európa minél előbb kevert fajú lakosságú legyen, aztán valamelyik országban már, én már azon sem csodálkozok, azt várom, hogy a következő négy, öt, nyolc évben valamelyik európai államnak valami szintén fekete bevándorló, vagy, vagy egy arab lesz, majd a, a török ö, származású lesz a miniszterelnöke, vagy valamilyen, mert hogy ö, mert bármi megtörténhet már Nyugat-Európában. No, igen, Nyugat-Európában minden megtörténhet, de azt mondanám, hogy kicsit ennek adjunk egy más irányot ennek az egésznek. Tehát a cél megvalósításához, hogy Európai Egyesült Államok meg adós, örökös adós rabszolgaság, egy nagyon fontos eleme annak valóban, hogy a nemzeti keretek között élő európai népeket a nemzeti kerettől és az ezzel kapcsolatos mentalitástól végképp meg kell szabadítani. Na most, ehhez vannak módszerek. Az egyik módszer valóban az, hogy betelepítünk rájuk kultúra idegen elemeket. Így. Egyet. És azokat elkezdjük ajnározni. Folyik, mert ugye, hát még ma is a sengeni határokról szóló deklarációk ott vannak az Európai Unió Schengeni határait, a Schengeni határon lévőknek védélyen kell, mint Magyarország. Mi védjük is. Ezért nem dicséretet, hanem elmarasztalást kapunk. Na kérem, szépen. Igen. A többiek meg úgy gondolták, hát jönnek. Na most egy. Ugye, Angela Merkeltől kezdve az egész balliberális eh, miskulancia. Eh, ezeket nem migránsnak hívta, hanem refugee angolul menekültnek, flüchtlinge németül. Soha nem mondták, hogy migránsok. Mert aki menekül, hát annak a szabályok kell. szerint védelmet hogy kell nem. adni. Tehát a menekültek a jönnek, itt ellátás. mese nincs. Nem érdekes, hogy milyen papírjuk nincs, vagy nincs, és semmiféle. Tehát gyakorlatilag már itt egy hatalmas, mediatizált ha hazusság tömeggel találkozunk. Mert az azért jó, hogy gyakorlatilag, hát ezt már tapasztaljuk, Mindenhol, hát először is ugye ők ez az európai kultúrához nem szoktak, képzettség, stb. nem nagyon teszi lehetővé, hogy a társadalmi rendbe beilleszkedjenek, kívül van, viszont ha kívül maradnak, bomlasztanak. Hát szerencsétlenül valahogy meg akarnak én. Nekik azt mondták, hogy ide jönnek, autóba teszik őket, szép szőke lányokat lehet tucatra erőszakolni, lakás lesz, segély lesz, mi egymás. Aztán szembe jön velük a valóság, hogy nem egészen így van, és akkor megy a bűnözés, ez az amaz, bomlasztja a társadalom. Ez az egyik bomlasztás. De folytatnám, mert ugyanez a másik, ami a, hogy mondjam, a emberi, hát mindig voltak devinanciák, hát a nemi viselkedésben is mindig voltak, ugye. Hát korábban így úgy amúgy büntették őket, sőt a miszlám nációk még jobban büntették, de ugye mi modernek vagyunk, stb. 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 És akkor azt mondja, jó, hát ezeket rá kell. És nem azt, hogy azt mondanánk, hogy ezek lasztó kártékony dolgok, de egyedi szinten, egyedi szinten, ha valaki nem csinál bele nagy újságot, hogy ő homoszexuális, nekem nincs bajom vele, rendesen dolgozik az ő dolga. Azt csinál a négy falon belül, amit akar. Magánügyel. Megsújtotta őt a sors ezzel, viselje a keresztet, ha tudja, de nem utogassa magát, meg ne te. Ők viszont ezeket a különféle kisebbséget piadesztára emelik, és a többséggel szembefuttatják. Igen. Ugye nézzük meg, hogy a Pride-ok micsoda népszerűek. Hát a, most nem, most mondok egy csúnya dolgot, de talán belefér. A középkorba, a nyilvános karóba húzások, meg a lefejezések voltak ilyen népszerűek. Akkor is összecsődült hát nem akarom megmondani a népnek melyik rétege, úgyis mindenki tudja. Ma ugyanez a helyzet, ugye? Tehát gyakorlatilag ez a bomlasztás is megy, és háttérben meg megy ez a szervezkedés. Na most a szervezkedésnek az a részét nem anyagolnám el, hogy több évszázad erőfeszítése van azért ennek a brigádnak benne abba, hogy ide eljutottunk. Több évszázad nagyjából a 18. század elejétől kezdve. Ha kell, akkor erre is 5 perc erejéig rátérnék ha lehet. E, e, Igen, sőt, más nem, irányba sőt, nem, sőt, nagyon kellene, mert e, én is e, azt gondolom, hogy a, ha nem ismerjük az eredet, a... a legalább a fő vonalát, a gyökerét, hogy honnét és mi módon épült fel, akkor nem tudjuk jól értelmezni a jelenünket, és akkor nem tudunk a jövőnkkel sem olyan képet, nem tudunk olyan tervet készíteni a jövőnkkel kapcsolatosan, ami, ami realitásokat tartalmazna. Tehát gyakorlatilag ugye a rendi társadalom kezdett már bomladozni ugye a 13.-11. században a földközi tenger térségében alapvetően, akkor hatalmas pénzvagyonok gyűltek az olasz városállamokban elsősorban. Hát hírek szóltak arról, hogy bizonyos középkori pénzurak, mint a Medicsiek, pápákat raktak föl, a fuggerek. A, az északi fugg, fél... Hát a fuggerek pedig gyakorlatilag a, a német-római birodalomére császárt választottak maguknak, oké, okay. De ez mind kismiska ahhoz, amit fellendülést a pénzembereknek hozott, hoztak a nagy földrajzi felfedezések. Először ugye hát a hollandok is bent voltak, de én most az angolokat emelném ki, mert az angolok hamar a tenger urai lettek, ugye hajós nemzet, és hát kereske a kereskedelem és kalózkodás az nagyjából összefolyt. Tehát a spanyol és portugál hajókat, amikor Dél-Amerikába jöttek, aranyjal ezüstel van, vidáman rabolgatták. Nagyon jól meg is voltok az angol uralkodó házzal. Francis Drake-et még, ugye gyakorlatilag, admirális sem, és egy belőle. Hát már ilyenek a dolgok. Mellesleg mondanám, hogy uh, Mohács előtt is egy szalkai nevű esztergomi érsek, az a a Habsburg Erzsé, Habsburg Mária, második felesége által Spanyolországba ide importált számadót, Amerigo a Fortunátót, hazám megkeresztelte. Na, tök mindegy, szóval vannak ilyen dolgok. Na most ö, oda akarok kiukadni, hogy meggazdagodtak ezek a fazonok, retteltesen kezdett az útjukba állni a monarchia, az abszolút monarchia. Hát mi az... a franc, itt nekünk a király? Tudjuk, hogy mit kell csinálni. Csináltak egy nagy rebelliót, úgy hívjuk, hogy angol polgári forradalom. Hogy hívnánk másként? Fogták, második Károlyt lenyakaszták, csináltak egy köztársaság, Cromwell, meg ezeket ismerjük, ugye? Majd 50 év köztársági periódus kezdett, hát azt mondják, marha bonyolult, marha bonyolult politika, Parlamentban érdekellentétek ki, vizétek. Csináljuk azt, hogy visszahozzuk a monarchiát, visszahozzuk a monarchiát, de kiheréljük. Ezt hívják a dicsőséges forradalomnak. Így van a történet. Glorious Revolution. Ezt a tizen... 6.-17. század végén megcsinálják, aminek az a lényege, hogy a lefejezett király vejét újra megteszik királynak, és azt mondják neki, na figyelj ide, te uralkodni fogsz, de nem kormányzó, majd azt mi megcsináljuk. Közben a franciák, még abszolút monarchia van ott, hogy a lajosok vannak egymás után, rendesen elpáholják az angol flottát, tönkre megy az angol flotta, a királyságnak pénzre van szüksége, és akkor jön a nagy megoldás. Adunk pénzt, mondja ez a csapat, ez körülbelül akkor olyan 600 tonna ezüst volt, 600 tonna, kisebb, pár vagonnal van azért, egy mozdonya, nem nagyon tudna elvinni némi. És ebből megcsinálod a flottát, és egy pici apró dolgokat kérünk tőled. Egyrészt senki másnak ne legyen joga, csak nekünk, bankjegyeket, amik pénzként funkcionál ki, az összes többit le a pályáról. Mi vagyunk egyedül. Ez egyik kérdés. A másik az állam számlája nálunk legyen, és az állampénzügyeit mi intézzük, hitelfelvétel, stb egymás markába csapnak. Mit jelent ez államhatalmi szinten? Ez azt jelenti, hogy a szuverenitás, a szuverenitást abszolút monarchiában a király egy személybe képviselte. Úgy is hívja az angol nyelv a királyt, persze van a king, sovereign, szuverén. A szuverén azt jelenti, hogy azt csinálok, amit akarok abba a területbe, aminek az én szuverenitás kivéve a pénzkibocsátás joga. A pénzkezelés joga az el van véve, a szuverenitásba kivették, ugye? Tehát egy nagyon fontos körülménytől megfosztották Angliát, ugye? És ettől kezdve ez a magánpénzbirodalom rendezi az ügyeket. Meg lehet nézni történetben, vissza lehet lapozni a könyvekbe, hogy mi sebesen nőtt az angol világbirodalom. Mindig angolt mondtak, nem a, ez nem a királyé volt, nem Angliáé, ez azért a pénzcsoport, aki a Bank of England mögött... Korona klubben. Na most, hát akármi, persze, tök mindegy, minek nevezik magukat. Egyáltalán nem nevezik magukat semminek, mert a mai napig nem tudjuk, hogy kik voltak, akik azt a 600 tonnát állítólag... 10 000 fontnyi volt egy részvénynek a jegyzése, de hogy kik jegyezték, Ma se tudjuk. Egyébként a Bank of england 46-ban a munkáspárti kormány államosított. Aztán ott a, 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 ezt a Bank of england később a, a Napoleon vaternói csatáján, de az, az majd odébb lesz még, de rohannunk előre. Nem, mert még addig nagyon sok. Akkor kiprivatizálta. Pillanat, majd, majd arra a történetre is rátérünk. <síns> <síns> Tehát lett egy magánbank, abszolút magánbank, a eh, szuverenitási tételek legfontosabbikát, a pénzcsinálás. Hát Magyarországon is azok a királyok, akik rendes pénzt csinált, azok magukhoz vonták, ugye a, megtermelték az ércet, itt ott amot, az be kellett szolgáltatni, a beszolgáltatott helyen az pénzverés az a király, király. felségjog volt, és az azon keletkezett hasznot úgy hívták, hogy regáli, rex regáli, az a király haszna és ő mondta meg, hogy szabad-e hamisítani, vagy nem. A rendes király nem engedte, csak annyit minden ötvözetet tehetett bele az aranyba, hogy ne kopjon gyorsan. Ugye, a rossz királyok meg hamisították. Tehát azoknak a neve maradt fönn, akik jó pénzt csináltak, ugye? Egészen véletlenül, mert ők szuverenek voltak, és éltek ezzel a szuverenitási joggal. Erről ugye Angliában nagy szeretettel lemondtak és megindítottak egy láthatatlan, azóta is magát megnevezni nem akaró, korábban ugye ezt összeesküvés elméletnek szokták mondani, ez egy valamit, és azokat, akik erről beszélnek, félőrülteknek, bolondoknak, konteósoknak hívták, ugye, ma már nem annyira megy ez így, viszont az emberiség a nyugati féltekel, a nyugat, a nyugat, a nyugat a szemembe, a magánpénz által leúralt területek, szférák, az a nyugat. A japán is ilyen szemben nyugat, mert Országiát. azt annyira leuralták, hogy őrült. Németország is, csak így közbe vettem, ugye Japánba két atombomba kellett, hogy megnyuszuljanak, és ne akarja önállók lenni. Németországban meg a német városoknak a szarrá bombázása. szint ugye a második világából. Tehát a nyugat, az a magánpénz pirodalma. Ugye? Ezzel vagyunk itt uh, körülvéve, és ma már ez azért nagyjából, nagyjából világos, uh, csak az emberiség, meg a népek nagyon későn ébredtek. Éppen azért, mert ilyen eszméket közép szóltak, mint, a, mint, amikor tiszta buzát konkója rendesen megterítik, ugye? És hát sajnos az emberi gyengeségek hajlamosak, meg a butaság tehát ha valaki nagyon hangosan hirdet valamit, az utca sarkán föláll a hordóra, mindjárt 200 ember körülveszi, és abból 100 el is hiszi, hogy mit. Mondta. Igen. Ez így van.